Itthon kormányzati támogatással épülhet új sportcentrum a budapesti belváros egyik legszűkebb utcájában, a Banknegyed közepén. A kormány szerint ez nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás. Az Együttnél viszont azt mondják, hogy az önkormányzat ezzel minden szabályozást megkerülhet, sőt, akár ki is sajátíthatják az épület magánlakásait. Még személyautóval is csak szűkösen lehet közlekedni a belvárosi Vadász utcában, mégpedig nem sokára teherautók és betonpumpák fognak a 30-as szám előtt parkolni. Itt épül meg ugyanis a belváros Lipótvárosi Sportközpont, mégpedig kormányzati támogatással. A belvárosi önkormányzat már tavaly döntött arról, hogy megszerzi az épület lakásait. Ha adásvétel útján nem megy, akkor úgy, hogy a polgármester elindítja a kisajátítási eljárást. A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányrendeletből pedig az is kiderül, hogy a majdani sportközpont építését nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány, az erről szóló rendeletet pedig maga Orbán Viktor jegyzi. A belváros közepén álló épületben ott jártunk, hogy nyoma sem volt annak, hogy laknának benne. Az egyik nyitva lévő földszinti ablakból üres szobákat és penészes falakat láttunk. A magyar nemzet úgy tudja, az épületben még 4 lakásban laknak. Kiírva semmi nincs. Csengetni azonban hiába csengettünk, senki nem nyitott ajtót. A szomszédos tömbben egy lakót találtunk otthon. Arról tud, hogy esetleg hamarosan itt építkezés kezdődhet, és egy sportközpont fog épülni a szomszédjukban? A kisajátítás az gyakorlatilag kényekedve szerint történhet. Az Együtt elnöke, aki képviselő is a kerületben, úgy véli, az önkormányzat minden szabályozást kikerül azzal, hogy a kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánította a sportközpont építését. Ez teljesen indokolhatatlan egyébként egy sima egyszerű sportközpont esetében. Egyetlen oka lehet, hogy a szabályzásokat kikerüljék, illetve a lakókat, akik még ott vannak, illetve a szomszédok, akiknek elvileg joga lenne beleszólni, hogy mi épül a környezetükben, azokat kizárják mindenféle véleményezési lehetőségből. A Fidesz frakció szóvivője szerint nem újdonság, hogy egy beruházást kiemelté nyilvánítanak Magyarországon. Azért, mert a fontos beruházások esetén ez egyrészt nagyobb figyelmet fordít az ügyfelé, másrészt sokkal inkább a megvalósíthatóságot segíti, mint sem bármi mást. A belvárosi sportközpont ügyében kerestük a miniszterelnökséget és a kormányzati tájékoztatási központot is, de adásunkig nem válaszoltak megkeresésünkre.